Az első mozzanatok zajlanak a Tolnai Kinizsi utca felújításában. A most elkezdődött beruházás közel 40 millió forintjával együtt a város ebben a ciklusban 100 milliót is meghaladóan költött az utcák állapotának javítására. És ebben nincs benne a városközpont rekonstrukciója. A Perszofel Ágnes polgármester azt mondta, elsősorban szakmai kérdés, melyik utcákban kezdődhetnek munkálatok. Azért kilométerben ez nagyon-nagyon sok, és összegben is nagyon-nagyon sok, hiszen a város pályázatból és önerőből több mint 100 millió forintot költött ebben a ciklusban eddig az út felújítására, és ebben a Kossuth-Lajos utca nincs benne. Tehát én azt gondolom egyébként, hogy a mi költségvetésünkből ez nem kevés. A Kinizsi utca az egyik azok közül az utcák közül, mely levezeti a hatos útból beérkező forgalmat. Ez egy 830 méter hosszú utca, közel 3000 négyzetméter aszfalt terítés fog itt az elkövetkezendő napokban megtörténni. Ehhez csatlakozóan két oldalt egy-egy méter szélességben összesen közel 1700 folyóméter patka fog elkészülni. A tervek szerint még a tél beállta előtt a belvárosi Kossuth utca és a Kinizsi utca is teljes hosszában elkészül, és a város visszaadja a lakóknak és a forgalomnak.